Üdvözlöm Zsolt atyát, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Rendkívül mozgalmas időszak, több év van Zsolt atya mögött eddig. Arra kérem, hogy részletezzük egy kicsit, és emeljük ki belőle az elmúlt évek legfontosabb attitűdjeit. Tehát 2010-ben érkeztem ide. Sokféle dolog, sokféle nehézséggel küzdött az egyházközségi magam is. Aztán, hogy szép lassacskán elindult, tehát érdekes ez az édes keserű, tehát, hogy sok minden volt, amiben így nem is szeretnék most így a részletekbe belemenni. De nyilván ugye a közösség is nehezen éli meg ezeket a váltásokat, valakit, akiket megszeretett, azokat elengedni, és akkor nyitva lenni a másik számára. De minden esetre ugye a plébánia az teljes felújításra szorult, és beköltöztem a plébániára, de ugyanaz év októberében ki is költöztem a Fülöp Gáboréknak a szülői házába, és ott laktam egy évig, amíg a felújítás zajlott. És emlékezetes volt számomra a beiktatás, ami augusztus 29-én volt, születésnapom előtti nap, ugye ezt kinyomozták a kedves hívek, és akkor a beiktatási végén, illetve az agapé már így köszöntöttek is, mármint a születésnap kapcsán. Tehát az így indult a dolog, és hát így, hogyan visszatekintek, talán itt még az indulásnál, hogy úgy én magam számára is kérdőjelek voltak, hogy itt van-e a helyem, ide kell-e jönnöm, mit akar a Jóisten, és akkor ugye a háromszor kinyitott szentírási rész egyértelművé tette számomra, hogy ide kell jönnöm. És ebből csak egyetlen egy részt szeretnék most idézni, vagy felidézni, ami valójában ígéret volt számomra. Akkor, amikor idejöttem, ezt nem ígéretnek láttam, hanem olyan ígéretnek, hogy ez a mennyországra vonatkozik, hogy a Jóisten megígéri nekem a mennyországot karcagért. De nem egészen ez volt így az időtávlatában, ez más jelentett ez a rész. Úgyhogy fel is olvasnám, azért szép ez a szentírási rész, idő folyamán tárulkozik föl előttem ennek a szentírási résznek a szépsége. Nagyszombat éjszakáján, a húsvéti vigíliában elhangzik ez a szentírási olvasmány, és hogy ez egy olyan nagyon szép rész az Istennek az ígérete. Akkor, amikor 2010-ben kinyitottam a szentírást, ez volt a harmadik rész, és akkor a Jóisten ezt mutatta nekem, erre a helyre esett. Úgy, de szegény, aki annyi vihar tépet, és akinek nincs vigasztalása, íme drága kövekre helyezem falaidat, és zafírokra rakom le alapodat. Rubinból csinálok neked bástyákat, kristályból kapukat, és drága kövekből falakat. Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek, békés jólétet adok gyermekeidnek. Hát ez volt, amikor először az ujjam ide esett, vagy ide bökött, és azt gondoltam, hogy ez a mennyországot jelenti számomra, amikor idejövök. De így ahogyan szép, amikor rájöttem, hogy hát ez a Izaiás próféta jövendőlése a nagyszombat éjszakán is megjelenik, tehát akkor föltárult, nem olvasom fel az egész részt, de a Jóistennek a szeretetéről szólt, mert a hegyek megindulhatnak és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el téged, és veled kötött békeszövetségem nem inog meg soha. Az Úr mondja ezt, aki megkönnyörült rajtad. És hát van még tovább ez a szentírási rész, de valójában ez ígéretté vált számomra. Akkor nem gondoltam volna. Tehát, hogy annak az ígérete, hogy a plébánia felújult egy év elteltével, a Jóisten úgy mindenért úgy kárpótolt, és ezek a szép színes falak, ami így hangzott, hogy drága kövekből emelek majd falakat, eszembe jut a templomnak a színes ablaküveg része, amit egy adományozó adott a pünkösdi jelenettel. És hát ez nagyon kedves számomra, mert hogy mi is legyen az ablaküvegen, ez a én kezdeményezésem volt, hogy a pünkösdi jelenet, mert hogy
olyan kevesen tudják azt, hogy mi történt pünköskor, és amikor idejöttem, azt láttam, hogy itt egy új pünkösre van szükség a léleknek az erejére, aki ezt az egész egyházközséget meg tudja újítani. És hát így visszatekintve, hogy a gyermekeid az új gyermekei lesznek, tehát itt gondolok az iskolákra, ugyan a Marista iskola már akkor megvolt, de hogy a György István katolikus általános iskola 2015. szeptemberében került a katolikus egyház fenntartásába, vagy éppen az idén megnyílt a Szent Erzsébet katolikus óvoda. Tehát, hogy ez is egy ilyen ígéret lett, és hogy a gyermekeid az Úr gyermekei lesznek, és a békesség fiai. Ez is számomra az a belső építkezés, belső munkának az eredménye, amire így nagyon jó szívvel és szeretettel gondolok vissza. Tehát így, ha a 13 évet összegzem, én magam is úgy meglepődöm, hogy Istenem, mennyi minden történt, és hogy ez talán még azt is mondhatom, hogy ez olyan emberfeletti, és hogy mivel emberfeletti, hogy maga Jóisten művelte ezeket. Tehát így a két részletben, hogy így külsőleg mi ment végbe így az egyházközségben, meg majd utána rátérek a belső építkezése. Tehát ha a külső dolgokra nézem, akkor az volt az első ilyen fontos dolog, hogy szép dolog, hogy megújul a plébánia, de mondják, hogy a templom nagyon hideg, és télen elfogynak a hívek, majd amikor egy kicsit melegszik, akkor szép lassan visszatérnek, és akkor az volt bennem, hogy hát Istenem, ez így rettenetes, hát most ezért nem járnak. Tehát az egy dolog, hogy felújítjuk a plébániát, de hát jó lenne, hogyha azért a hívek is kapnának belőle valamit, legalább ne fázzának annyira télen a templomba. És akkor én mondtam több helyen, hogy én szeretném, hogyha egy pár padot be tudnánk fűteni. És hát az érsek úr is óvott és intett, és azt mondta, hogy Zsolt, egyszerre elég csak egy dolog, nem kell itt a templom padfűtésével foglalkozni, majd amikor odajön, eljön az idő, majd akkor. És a polgármester úr is, Isten nyugtassa, Dobos László polgármesterről is beszélgetünk, és ő is mondta, hogy türelem, majd eljön annak is az ideje. De ilyen, az Úr ilyen nagyon csodálatos módon mutatta meg, amikor már úgy voltam vele, hogy Istenem, ezt a padfűtést csak én akarom. Ezt lehet, hogy senki más, tehát itt lebeszélnek róla, meg nem akarják. Hát én, Uram, akin erről leteszek, ha én akarom, csak én akarom, akkor ez a te kezedben van. És éppen amikor, és ez a szép a történetben, hogy amikor ezt így gondolatban kimondtam és letettem, hogy akkor Uram, ez a te dolgod, akkor csengettek a plébánia ajtaján, és a Karcagért közalapítványért, a városért alapítványtól jött egy illető, és akkor mondta, hogy hát a plébánia felújításában nem tudnak segíteni, de a padfűtésében igen. Úgyhogy az lett belőle nekem a tanúság, hogy a Jóisten akarta ezt a dolgot, tehát nem csak az én szándékom volt, hanem a Jóisten így megerősített. Tehát aztán így szép lassan, tehát a padfűtésnek a fele sikerült a fűtést megoldani rendes padozattal. Aztán az évek folyamán teljes egészében kiegészült, tehát a fő hajóban lévő mind a két padsor, tehát ez 32 padot jelent, ezt hál' Istennek sikerült megoldani. És hát akkor mentünk tovább, még ezzel egy időben, ugye már kezdett a vakolat hullani a toronyból, és akkor valami állvány kellett oda készíteni, de ezzel egy időben, illetve majdnem a legelső között volt, hogy hát a templom felújítása sor kerül, akkor a templom padjára nekünk föl kell tudni menni. És olyan volt szerintem, amikor megépült, akkor csinálták még meg ezt a padfeljárót, tehát nagyon sok léc le volt, balesetveszélyes volt a felmenettel a harangokhoz. Ez nem egy ilyen látványos dolog volt, Isten nyugtassa, Esznagy János ácsmester volt, aki ezt úgy végbe vitte. Hát ennek is megvoltak azért a költségei, ugye senki nem látta, hogy ugye a kórusra, hogy nem a kórusra, hanem a harangokhoz hogyan megyünk föl. De hál' Istennek ez is megoldódott. Aztán a plébánia udvara, ott volt egy hatalmas fenyőfa, ami az épületet is rongálta,
A csapadék az a plébánia épületére ráfolyt, úgyhogy kiszedtük a fát, és akkor a belső udvarrendezés volt térkővel leburkolva, csapadékvíznek az elvezetése, amik szintén nem látványos dolgok voltak, de hál' Istennek ezek is úgy megoldultak. Aztán jött a színes ablaküveg 2015-ben a Tészabó Józsefnek az ajándéka, illetve a Tészabó családnak, amit ezúton is köszönünk, mert azt gondolom, hogy ténylegesen szebb lett a templomunk is, hogy a Györfi Balázsról se feledkezzünk meg Györfi Sándor művészúrról, akik szívükön viselték és egy ilyen szép dolgot hoztak létre. Aztán a Györfi István katikus általános iskával, hogy a templom az számunkra egy közösségi tér is lett, azért, hogy az iskola tanulói elférjenek, padokat készítettünk még pluszba, akkor dobogót, színpadot, hogyha a gyerekek szerepelnek, akkor ezt is meg tudjuk oldani. És hát utána elkezdődött a temetőben a búcsúztatóhelynek a kialakítása, terveztük a régi csűzháznak a lebontása, ami ugye már funkcióját veszítette. Hát ez is ugye az egyházközséget azért eléggé megterhelte, mert hogy 18 millió forintba került, így összességében. Nagyon sok segítséget kaptunk még ezen kívül, és hát 4 millió forint állami támogatást kaptunk, ami valójában arra volt, hogy az áfát befizessük. Tehát ez majdnem önerőből történt a megépítése. Persze az is egy nagy dolog volt, hogy Csurella József Nélma néni a házát a egyházközségre hagyta, illetve nekünk adományozta, amely ugye utána a katolikus óvodának a része lett, mert hogy ott három telek lett összevonva. És hát az is nagyon szép dolog volt, hogy a Szent Erzsébet óvoda, ahogyan elkezdtük tervezni, alakítani, hogy akkor ez egy szép új intézmény lesz, ami majd így bővíti és teljesíteszi a Györfi István katolikus általános iskolát. És hát az elmúlt évben volt a templom tetőjének a cseréje, ami szintén egy szép dolog. Meg talán még emlékszünk a fenyőfákra, amik eltakarták a templomot és közben rongálták is. Hát valójában ugye ehhez tudnám valahogy hasonlítani a 13 évemet, hogy látszódjon a templomunk. És valahogy erre törekedtem, hogy látszódjon a közösségünk. Tehát, hogy ezért tettem, hogy az itteniek, mint katolikusok jól érezzék magukat, és hogy közösségben legyünk is, hogy jó katolikusnak lenni, és jó közösségben lenni. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm.